elbulizott éjszaka után ma napsütésre ébredhettünk. Az utóbbi napokban a pécsi tavasz nevű front határozta meg időjárásunkat, amit még erősebben érezhettünk a HÖT választások miatt. A következő időszakban enyhe időjárás várható, viszont azok, akik érzékenyek a szakdolgozatra, az elkövetkezendő pár hétben elég gyakran szenvednek majd fejfájásban. A mai éjszaka az évszakhoz képest kicsit melegebbnek ígérkezik, főleg a pécsi Est Café területén, viszont a meleg ellenére elég nagy csapadék várható, ha nem vigyázunk, könnyen elázhatunk. Holnap reggel ezek után borús időre fogunk ébredni, és ezek a felhők egész délután nem fognak elmúlni. Késő délután megnövekszik a gomoly felhőzet fejünk fölött, rosszul létet, illetve egy kis fejfájást okozva. Jobbulást csak a hétvégén várhatunk, amikor is egy gyenge hazai front határozza majd meg közérzetünket. Derűs estét kívánok! Kedves nézőink, híradók végén megköszönöm meg tisztelő figyelmüket, és egyúttal tekintsük meg a ma esti sorozat ajánlókat. Elsőként a szökés legújabb epizódját láthatjuk. A börtönből sajnos kiszabadultak a gazdasági bűncselekménnyel vádolt foglyok. Újabb bűntényt követnek el, melyre a helyszín elől derítenek fényt. Azonban ezt követően ismét béke honol a pécsi közgáz falai között.